A washingtoni kongresszusi könyvtárban találtak rá Janovics Jenő a Gyónás Szentsége című némafilmjének tekercseire. A felfedezés a Filmarchívum Hungarika kutatási programja keretében történt. A magyar film 120 éves jubileuma alkalmából elindított program keretében készült egy lista a 120 legkeresettebb magyar filmről, amit a külföldi archívumoknak küldtek el. A Gyónás Szentsége című filmet 1916-ban mutatták be, és eredetileg 4 felvonásból állt. A tartalma szerint bűnügyi filmről van szó, a főszereplő egy vidéki katolikus pap, akinek egy zaklatott fiatalember meggyón egy gyilkosságot, amellyel később a papöccsét is megvádolják. A pap döntéskényszerben van, elárulja, amit tud, hogy megmentse a testvérét, vagy tiszteletben tartja a Gyónás Szentségét. Rádúj György, az NFI Filmarchívum igazgatója híradónknak elmondta, hogy tulajdonképpen egy holland szakember találta meg a rég elveszett alkotást, miközben kutató munkát végzett a kongresszusi könyvtárban. Mivel már olvasta a Filmarchívum Hungarika kutatási programja által készített listát a 120 legkeresettebb magyar filmről, felismerte Janovics Jenő munkáját. Egyelőre nincs pontos információnk, hogy mennyi és milyen minőségű anyagról beszélünk. Egy tekercsnyi, tehát egy felvonást biztosan be tudtak azonosítani Washingtonban, és erről mi kaptunk felvételeket, tehát ezt tudjuk, hogy egy felvonásnyi anyag náluk van. További keresést igényel ez az ő részükről az, hogy fel tudnak-e kutatni a saját gyűjteményükbe további felvonásokat a filmből. Az igazgató hozzátette, hogy bár a film tulajdonosa továbbra is a washingtoni kongresszusi könyvtár marad, várhatóan átadják a Magyar Filmarchívumnak megőrzésre. Janovics Jenő, aki 1905 és 1930 között volt a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, 1912-ben pedig filmgyárat alapított a Kincsesvárosban, és ezzel megalapozta a magyar filmipart. Számunkra rendkívül fontos Janovics Jenő munkássága, és nagyon fontos, hogy ismerjük az ő hagyatékát. Nyilván, hogy ez a hagyaték hiányos, mert hogy a némafilmeknek a nagyon nagy százaléka, tehát 80-90% világszerte eltűnt, mert hogy nem őrizték meg ezeket a tekercseket, annak idején nem tartották ezt fontosnak, de hát szerencsére vannak olyan filmarchívumok és olyan kutatók, filmtörténészek, filmrestaurátorok, akik hát az életüket dedikálják annak, hogy ezeket a filmeket mégis megpróbálják felkutatni. Janovics Jenő nem csak rendezője volt a filmnek, hanem ő alakított a Vérmátyást, a katolikus papot is. A filmben játszottak még Lengyel Vilmos, Berki Lili, Várkonyi Mihály és más neves színészek.